Na sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel a legújabb vlogomban, én Dóra vagyok. Egy picikét meg vagyok fázva, úgyhogy most elkezdtem magam kúrálni, már voltam nővéreméknél, megjártam a gyógyszertárakat és a boltokat, úgyhogy fel vagyok nagyon tankolva, majd mindjárt megmutatom, hogy miket vettem és miket hoztam el nővéreméktől. Arra gondoltam, hogy most így 5 nap pihenőm van, hogy vlogolni fogok nektek, szóval mindjárt megmutatom majd nektek, hogy miket hoztam, és képzeljétek el, ma mentem volna haza szüleimhez, és hát nem tudok sajnos, meg anya nem is engedi, hogy ilyen állapotba utazzak, úgyhogy itthon fogom magam kúrálgatni. Az a baj, hogy én az a fajta ember vagyok, aki még ilyenkor sem tud pihenni. Szóval ahhoz, hogy én ágyban legyek napközben, nekem egy csaj kell. Okay. Nekem az kell hozzá, hogy majd Dóra. Szóval sajnos az kell hozzá, hogy én nagyon-nagyon beteg legyek, vagy hogy tényleg, amikor olyan állapotban vagyok, hogy valami nagyon kifáraszt, és a szervezetem kéri tőlem, hogy jól van, Dóra, most állj le egy picit és pihenj. Ezek nagyon ritkán vannak. Szóval amikor meg vagyok fázva, én akkor sem tudok pihenni, nem tudom, biztosan magára ismer most néhány ember. Viszont ezt a példát légy szíves, ne kövessétek, mert baromi rossz. Egyébként 2011 óta nagyon félek, amikor meg vagyok fázva, és tényleg próbálom a kezdetét venni a dolognak, tehát gyógyszerek, nagyon sok gyümölcsöt eszek, sok rostos italt iszok, sok vizet, sok teát. A pihenés része az még nem megy olyan jól, de rajta vagyok. És 2011-ben történt velem egy olyan dolog, amitől nagyon-nagyon megijedtem. 2011 novemberében volt a szalagavatóm, és képzeljétek el, kórházba kerültem, mert tüdőgyulladást kaptam. És hát ugye mentünk mindig próbálni a szalagavatóra, a táncra, és mondta anya, hogy ne menjek, maradjak otthon, pihenjek. És mondtam anya, hogy anya, az ember életében egyszer van ilyen nagy dolog, tehát a középiskolát illetően, vagy a gimnáziumot illetően, és én nem szeretnék ebből kimaradni. És látta rajtam azt, hogy mennyire eltökélt vagyok, hogy tényleg menni akarok. Hát nagyon nem nézte ezt jó szemmel, és láttam, hogy szenvedett emiatt. A főpróbán látott engem táncolni, viszont már másnap, amikor élesbe ment az egész dolog, akkor ott már nem. Hát én ott estem össze igazából, feltűzték a szalagomat, megkaptam a kis virágomat, visszaálltam a sorba, és hogy haladt a sor, egyszerűen elsötétült a kép, és elkezdett sípolni a fülem. Annyit még hallottam, hogy az osztálytársnőm, aki a hátamnál állt, megkérte arra, hogy Dóri, menjél már, mert halad a sor. És én mondtam neki, de nem látok semmit. És képszakadás. A következő emlékem már az volt, hogy az osztályfőnökömnek az ölében ébredtem fel. Locsolnak vízzel, meg próbálnak itatni, és anyáig gyorsan lesiettek hozzám, és onnan mentünk a kórházba, ahol kiderült, hogy ilyen A-típusos tüdőgyulladásom van. Úgyhogy ott kezeltek, szóval hát nem volt jó, nem volt jó. Ja, sokszor eszembe jut. És ennek már mint 10 éve, szóval durva. Akkor voltam 17 éves. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Bármilyen bajotok is van, vegyétek komolyan, és már az elején menjetek el orvoshoz. Én így teszek, szóval inkább derüljön ki, és lehessen rajta segíteni, mint hogy valami, értitek, baj legyen. Na, menjünk ki a konyhába, mert ott szeretném folytatni a monológomat. Na, itt vagyunk a konyhába, és akkor megmutatnám nektek, hogy miket hoztam. A nővéremtől kaptam banánt. Kaptam 2 ilyen illatosítót, tehát ilyen aromát párologtatni. Akkor hoztam egy lázmérőt tőle, mert sajnos nekem még nincsen lázmérőm.
Úgyhogy tényleg össze kell írnom azokat a dolgokat, amik ilyen nagyon fontosak lehetnek, és tényleg nem hiányozhat egy háztartásból sem. Kaptam tőle doritricint, ez ilyen torok tabletta, hát ez ilyen szopogató tabletta, és fél óráig nem lehet utána ugye enni és inni. Akkor kaptam tőle egy ilyen Vick melkaskrémet, szóval ez majd be fogom kenni a melkasomat, majd amikor ágyba kerülök, Coldrex. És hoztam a gyógyszer, jaj, bocsánat, a gyógyszertárba egy ilyen mukopron szirupot, ez köptető egyébként, ebből most be is fogok venni egy nagy evőkanállal, jó? Ja, és egyébként, ami a videóban fog még szerepelni, kókuszreszeléket hoztam a Lidlből, fogunk kávét is főzni ebben a videóban. Nem tudom, hogy rakjalak-e titeket följebb, fogtok-e látni engem, sajnos a GoPro-mat nem tudtam még összekötni a vagyis hát összecsatlakoztatni a telefonommal, úgyhogy nem tudom, hogy szerintem bemegyek a MediaMarktba, és ott egy okos pultnál majd egy okos embert megkérdezek, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, szóval megkérem majd, hogy segítsen, és akkor majd látni fogom vissza magamon, vagyis magamat. Bocsánat, hogy hülyén fogok fogalmazni, csak egy kicsit tényleg nyom így a homlokom, de most én azt gondolom, hogy mivel vlogolok, ez nektek is jó, meg nekem is, mert le fog fárasztani. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Szóval kávé. Tegnap napközben nem igazán éreztem azt, hogy nem tudom, hogy ennyire rosszul fogom magam érezni. Ugye felvettem nektek azt az LMBTQ témájú videót, azt a coming out-os videót, és jó, hát köhécseltem közben, de nem szédültem, tehát ahogy én fölkeltem ma reggel, fú, mondom, Dóra, ez durva, nagyon rosszul volt a reggel. Ahhoz képest most így napközben így bírom, hála a jó égnek, sem probléma. Na akkor lássuk a köptetőt. Ó, van hozzá kanál mindenki ide, ugye? Jó. Legfeljebb 25 Celsiuson tárolandó. Úristen, akkor ne jöjj hozzá, mert én baromi meleg vagyok. Gyerekzár. Jöjjön már ide egy felnőtt, aki segít nekem ezt kinyitni, jó? Jó. Jó, van, én ezt a kis kanalat nem tudom használni, hanem a kuponból fogom inni. Csak ezt előbb el kellene öblíteni. Egészségetekre. Ezeknek a köptetőknek az ízét én mindig is szerettem. Írjátok meg kommentben egyébként, hogy ti is szeretitek a köptetőknek az ízét. Egyébként anya azt mondta, hogy Erigon szirupot kérjek a gyógyszertárban, de mondta a néni, hogy azt vén nélkül nem tudja kiadni. És ugye megkértem a nénit, hogy akkor adjon nekem az Erigon szirupoz hasonló gyógyszert, és mondta, hogy ez a mukopront, ez tökéletes. Hát én hittem neki, nyilván. És ugye akkor ezt elhoztam. Jó, azt majd el fogom mosni, ez tök jó lesz ez a kanál. Vagy valamire. És akkor mutatnék nektek valamit, amit ebben a videóban szeretnék elkészíteni. A recept az a telefonomban van. Én leszcreenshotoltam. Jó. Szóval, képernyőfotók. Chia pudingot fogunk ebben a videóban készíteni. Itt két adagot ír, nekem csak egy adag kell, úgyhogy mindennek a felét fogjuk kimérni. Szóval hozzávalók két adaghoz 4 dl mandulatej, 4 evőkanál chia mag, 100 g
eper vagy bármilyen más gyümölcs, hát most mi banánt fogjuk használni, 4 evőkanál kókuszreszelék, 2 evőkanál méz. A méz az még jó is most a torkomnak, úgyhogy jó, hát akkor kezdjük el, hallom a kávém az lefőtt. Jó van, és akkor nézzük. Tehát itt van a chia magom, ugye akik néznek rendszeresen itt a YouTube-on, azok már ismerhetik ezt a terméket, mert amikor pakoltunk be a konyhába, akkor mutattam nektek. Mandulatej itt van, én ezt a Lidl-ben vettem. Látjátok? Lidl-s. Jó. Igen. Akkor a banán az itt van, kókuszreszelék is mutattam nektek. És én azt mondom, hogy menjen bele napraforgó méz. Jól van. És akkor olvasom a receptet. A mandula tejet egy tárba öntjük. Hozzáadjuk a chia magot, a kókuszreszeléket, a mézet és az apróra vágott epret. Elkeverjük és a hűtőbe tesszük éjszakára. Reggeli kis tálakba szedjük, ízlés szerint dekoráljuk és azonnal fogyasztjuk. Jó, akkor kezdjük el. Szóval 4 deci, akkor nekünk 2 deci kell a mandula tejből. 200. Jó. Mandula tej. Csiamagból 2 evőkanál kell akkor nekem. Jó. És akkor tálba. De milyen tálba fog beleférni? Erre nem gondoltam. Mert nekem még nincsenek egyébként. Nincs sok tálam. Ahol bele fog férni. Ez egy 500 ml-s csésze. Szerintem bele fog férni. Menjen ebbe a csészébe. Látjátok, milyen jól néz ki? Jó, akkor ebbe a csészébe fogom. Hozzáadjuk a csiamagot. Kókusz lesz, teljesen jó. Szóval, akkor beleöntjük a pohárba a tejet. Így. Hozzáadjuk a 2 evőkanál csiamagot. Bocsánat, hogyha unalmasak a vlogjaim. Gondolkodom rá, hogy hogyan tudnám tényleg feldobni, hogy élvezhetőbbek és még érdekesebbek legyenek. Mint a beszélgetős videóim, amiket tényleg nagyon szerettek. 1 és 2. Jó. És akkor írja azt, hogy a gyümölcs az jó, majdnem sokára. A kókuszreszlékeből 2 evőkanál jön. Gyerekek. Imádom a kókuszt. És 2. És akkor ezt is szépen összekeverjük. Csorabanyában olyan illatok vannak. Jó. Két evőkanál méz. Lehet, hogy kell még egy evőkanalat, mert azzal nem tudok bele nyúlkálni. 2 evők. Egyébként már megkóstoltam ezt a napraforgót, ez is isten finom. 2 evőkanál. 1. Majd mutatni fogom nektek holnap, mert holnap is szeretnék videót készíteni. 2. És akkor itt azt írja, hogy 100 g eper, de én, amikor gyümölcsről van szó, én azt nem igazán szoktam betartani. Szóval, banán fog belekerülni, ahogy mondottam nektek. Ez is bele lehet. Szóval négy felé vágom a kis banán karikáimat. Közben milyen jó kávé illat van itt mellettem.
kár, hogy nem találták fel még azt, hogy videón keresztül is lehessen érezni az illatokat. Ez tökéletes. És akkor ezt összekeverem. Ezzel a rózsaszín kanállal, hát ma rózsaszínban tolom, úgyhogy no problémo. Jó. Hát nem tudom egyébként, hogy merre menektek megmutatni, mert csúnya, de finom. Olyan, mint én. Csúnya, de finom. Szóval nem mutatom nektek. Na hát így néz ki jelenleg. Én ezt most le fogom fedni, le fogom takarni, és akkor berakom a hűtőbe, és akkor majd holnap megmutatom nektek, hogy hogyan is néz ki. Majd ki fogom szedni egy ilyen átlátszós pohárba, és akkor majd látni fogjátok. Jó, szépen letakartam, és akkor megy a hűtőbe egy éjszakára. Van még itt egy táska, amit nem mutattam nektek. 60 literes kukerzse. Kepi. Őszi barack. És isteni szabolcsi alnákat kaptam anyától, nagyon imádom. Úgyhogy nem lesz itt baj egyáltalán. Kivettem egy húst a fagyasztóból, egy karajt, és azt fogom megsütni. Nem tudom még, hogy fogom befűszerezni. Valószínűleg krumplit fogok hozzáenni. Most megcsinálom a kávémat, és megvágom ezt a videót utána. Hát nagyon szépen köszönöm, hogyha velem tartottatok. Bocsánat, hogyha unalmas voltam a mai videóban, de tényleg egy ilyen kis chill-es videót terveztem nektek, mivel hogy ugye nem érzem magam valami jól. Következő vlogjaimban már érdekesebb leszek, és már tervezett titeket majd boltba vinni, mert most már elkezdek ötletelgetni, hogy a lakást hogy tudnám berendezni. Ugye, ahogy említettem nektek, ide a konyhába is szeretnék egy ilyen konyhai szőnyeget. Hát rendet fogok itt most rakni, és akkor megyek, megvágom a videót. Köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok, remélem, hogy nem voltam túl unalmas. Hamarosan következem, ezt már előttem ezt a bakit. Hamarosan jelentkezem a következő videóval, úgyhogy addig is nagyon vigyázzatok. Addig is nagyon vigyázzatok magatokra, holnap jelentkezem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!